Emlékeztek még Dezső bácsira, akinek megmutattuk az első saját Trabantját? Visszavittük neki, és nagyon örült az autónak. Most egy nagyon hasonló történet következik, a sztárunk azonban egy 190-es Mercedes lesz. A tulajdonos ugyanaz, ismét Berényi Zsolthoz fogunk csatlakozni, és visszavisszük ezt az autót az első tulajdonosához. Ez az autó 1988-ban készült, és egy évvel később érkezett Magyarországra. Akkor még nem volt olyan könnyű az autóimport, mint ma, és nem is az volt a jellemző, hogy 190-es Mercedesek ömlenek az országba. Ez az autó azonban már több mint 33 éve itt van, és ez idő alatt egy tulajdonosa volt. Az állapota leromlott, mire Zsolthoz került, ezért első körben felújításon kellett átesnie. Milyen felújításokat kellett végezni ezen a 190-esen? Igen, hát a jelenlegi állapotát tekintve azért nem így nézett ki ez az autó, tehát azon ki ugyanilyen kék volt, és ugyanaz az autóról beszélünk, azért 34 év látszott az autón, tehát azért nagyon sok helyen korrodáció volt rajta, a belseje hiányos volt, sok helyre volt repedve, törve, a műszerfal az teljesen ki kell cserélni például. Tehát egy átfogó felújítást kapott az autó, és úgy csináltuk a felújítást, hogy egy állapot megőrző restaurálásnak hívom ezt, amikor a gyári festést a lehető legnagyobb mértékben megtartottuk az autón. Ez azt jelenti, hogy a fényezést a lehető legtöbb helyen próbáltuk megtartani az eredetit. Tehát körülbelül 80% most az autónak a gyári festése, a többi része az viszont újra lett fényezve. Nem árulunk el nagy titkot, hogy meg is kapta az oldtimer minősítést? Tehát azért nincs rajta most az eredeti rendszám, mert hogy megkapta az oldtimer rendszámot. Így van, ez múlt héten sikeres múzeás minősítést kapott az autó, úgyhogy úgy gondolom, hogy most kapta meg a koronát a kormánya tetejére, hogy mondjuk szépen. Úgyhogy igen, most ez már egy múzeás minősített gépkocsi, és most levisszük annak a tulajdonosnak, aki 33 évig használta ezt az autót. Hoztam egy kis fényképet, ami nagyon érdekes, mert ezek a kocsiknak az újkori állapotát mutatja be. Egészen pontosan NJ2094-es rendszám volt, kapott ez az autó 89-ben. Ezek a fotók akkor készültek, amikor az új tulajdonos átvette a 190-est már Mórahalmon. Akkor új állapotú volt a Mercedes, ma pedig szinte pontosan ugyanúgy néz ki, hanem még szebben. Ha már kilométer, nem tudom, hogy említették, hogy ebben az autóban egyébként 500 000 kilométer van. Így van, egész pontosan 496 000 kilométer. Ennek ellenére a kocsi tényleg úgy néz ki, majdnem mint egy új autó. Ami érdekesség, hogy a belterébe a vezetőülést kellett restaurálni, illetve a műszerfalat, azt már említettem, de a többi része az teljesen gyári, tehát a hátsülés, az anyósülés, illetve a szűnyegezése, tetőkárpit, az csak takarítást kapott az autó, illetve hát némi kis ráncfelvarás, de alapvetően minden eredeti a kocsinak. A vezetőülés az sajnos az úgy járt, hogy az egyik rugózat eltört benne, és átszúrta az üléspározatot, és hát így a tulajdonosnak a fenekét egy kicsit zavart egy kiálló rugó, úgyhogy kihajította ezt az ülést a házuk mellé, és 10 évig a szabad ég alatt ott állt az ülés, úgyhogy egy ilyen nagy mohás, szétmálott ülést kaptam az autóhoz, hogy akkor ez az eredetie, na most ezt kellett restaurálni, tehát darabokat szétszedni, homokszorni, rugózatot cserélni benne, kicserélni benne ezt az afrik részt, illetve hát két hátsó ülés, ugyanilyen színű kárpizatú hátsó ülésből lett megcsinálva magának az ülésnek a szövet része, úgyhogy most tényleg úgy néz ki, mint újkorában az autó egy az egybe. Nekiindulunk, és Mórahalmat lesz, így van. Hát irányba vesszük. Közel 300 km kell autókáznunk, úgyhogy azért megyünk egy keveset. Megéri, gyertek velünk és kövessetek minket. A 190-es vagy másik nevén Baby Benz 1982 és 1993 között készült, csak szedán karosszériában. A 124-essel közös alapokra épül, de kisebb nála. 72 lóerőtől 235-ig terjedt a skála motorokat illetően, utóbbi már a DTM versenyautó alapjául szolgáló Evo széria teljesítménye volt. Ez az autó egy 190D 2 literes 75 lóerős dízelmotorral. Nagyon szép! Hát, pont néztük a fényképeken, hogy pont ugyanilyen az autó, mint volt. Igen, a, igen, amiket kaptam igen, képeket hozzá, igen, most el is igen, hoztam azokat. Igen. Pont így nézett ki 34 éve ezelőtt. Igen. Sőt, már 35 most már, igen. Igen. Milyen újra látni az autót? Nagyon jó érzés, és nagyon megható. Azt hiszem, ez látszik is. Gyönyörű az autó. Meddig volt önöknél? 35 évig. Tehát úgy jött hozzánk, egy idős házas pár mentett át a vagyonát, így a régi Szerbia, vagy régi Jugoszlávia, bocsánat, mai Szerbia. Bácsi a Mercedes gyárnál dolgozott, és költöztek haza Magyarországon a lányokhoz. Abban az időben azért ez nem olyan sima volt, úgy volt, mint most. És egy nagyon-nagyon jó családi barátunk autószerelő, aki ennek az egész kocsinak tudta az életét. Ő mondta, hogy ha akarunk egy komoly kocsit, és úgymond új kocsit, mert nekünk az mindenképpen új volt. Hát ez akkor mindenféle. Igen, 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 igen. Zsolt, mit szólsz, hogyha levesszük? Vegyük le, persze. Beleülünk. Jó, jó, jó.
és jó. Beszélgetünk tovább, azért, és kérdezni fogok dolgokat. Mindet nem kell kirakni, mert én sajnos ilyen szentimentális vagyok, a papa szokta mondani, ez már túlzás. Mi a könnyekért jöttünk, és a történetekért. Igen, a könnyekért. Azért jöttünk. Hát akkor itt nem csalódnak nálam. Azt hiszem, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy ami kilométer van ebbe, annak 90%-át csak én hajtottam bele. Zsuzsa néni 20 éven keresztül használta a 190-est, minden nap legalább kétszer ment végig azon a több kilométeres földúton, ami a tanyára vezet. Ezután már kevesebbet ment az autó, de szinte napi használatban maradt. Szóval, hogy motorilag ez úgy áll, az úgy érzem, hogy egy kicsit én minősíti azt is, hogy én nagyon szerettem és nagyon vigyáztam rá. Voltak hosszabb utak? Mentek nyaralni vele? Mentünk nyaralni vele. Horvátországban vannak barátaink, és oda szerintem már bekötött szemmel is le tudna menni. Azok voltak a leghosszabb útjai. Nehéz volt elengedni az autót? Nagyon. Nagyon? Amikor a Zsolt elvitte, innen kigurult, és még sokáig integettünk vele össze, hát azért jó, hogy akkor nem volt itt kamera, mert akkor szerintem sokan azt mondták volna, hogy ez több, mint gyerekes. De nézze, lezárult egy kor azzal, ahogy ő innen kigurult, egyszer minden véget ér. És szép volt, jó emlékezni rá, és azokat nagyon nehéz elengedni. Azokat a szép emlékeket, meg hogy fiatalok voltunk, ő is, meg én is. És még mindig az a jó, szép kegy. Mindig így ment. Gyönyörűen jár. Igen, és mindig egyfőtt és akármilyen hideg volt. Jó, férje mindig mondta, hogy ugye betartod az izzítást. Mindig megvártam, ez már úgy berögzött volt, hogy soha nem indítottam rá. Mindig megvártam, elaludt a lámpa. Indultuk, és az mindig kagy. Én a kormány mögé. Miért én üljek a kormány mögé? Ja, Istenem. Mikor tetszett itt ülni utoljára? Nem is tudom. Hány éve is? 5-6. Így valahogy. És milyen érzés? Hát nagyon jó. Az én hörvim. Elnézni, hogy milyen szép lett. Olyan, Istenem. Mint az új. Ez olyan, mint egy új, és soha ott nem hagyott, sehol. Sehol? Semmi probléma semmi. Nem volt? Semmi. Higgyel, ezt nagyon őszintén mondom. 33 évet végigcsináltak úgy, hogy nem volt egyetlen lerobbanás. Nem, ez biztos, hogy nem hiszi el senki, de egyetlen egyszer sem hagyott el. Hát ez csodálatos. Igen. Hát nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés. Beállítom úgy, ja, erről van. Igen. Ah. Így, itt van a tekerő még mindig. Majd a hosszú lábúak utána visszaállítják. Igen, na ez az én pózom. Kényelmes autó volt, könnyen lehetett vezetni. Nagyon könnyű volt vezetni. Azt meg kell hagyni, hogy a mai autókat nézve, tehát nem ugrott, azt el kell felejteni, hogy benéztem, hogy ne ezt gyorsan beelőzöm, nem. Azt megvártam, hogy elment, szépen beelőztem, de amikor hosszú úton fölvett egy tempót, ez ugyan. Én nagyon örülök neki, hogy itt van, hogy megszépült. Visszaemlékezni, úgy visszapörög az a 31-2-3-4 év. Visszaidéz emlékeket. És ez olyan jó dolog, tudja? Akkor utána sikerült lezárni, ahogy kigördült innen, és az a tudat, hogy megmarad. Akárhová is kerül, de megmarad. Ez a legszebb benne. Igen, igen. Tudom, szentimentális a dolog egy kicsit, de higgyel, és sajnos jellemző rám, hogy mindenben így vagyok. Én így ilyen embertípus vagyok. Én, amit nagyon-nagyon megszeretek, azt nagyon-nagyon hűségesen, és nagyon nehezen tudom elengedni. És hát arról nem is beszélve, hogy ha látom minden nap, és ahova kerül, ez egy külön ajándék a sorstól, higgyel. Annyira szépen jár ez a motor. Igen. Annyira tetszik. Igen. Nem, ez ezt nem is ez a benne, ilyen kis kalapálás. Mondjuk a porlasztó csúcsok benne, akkor szokott nagyon kalapálni, amikor rossz a befecskendezése.
Nagyon klassz. Ez úgy tud menni, mint egy hintó. Komolyan. Amúgy képzeljen ezt az autót, azóta nem vezettem, mióta itt vezettem utoljára. Annyi, hogy föl a tréler, meg le a tréler. Hát ez az autó végig... Hogy tudtak ki, Zsolti? Egy métert nem mentem bele. Tényleg nem mentem bele egy métert csak. Milyen érzés megint benne ülni és utazni egy kicsit? Nagyon jó. Nagyon. Nagyon. Megbeszéltem magammal, hogy nem bőgök. És most már nagyon büszke vagyok magamra, mert ki is bírom. Nagyon vártam, hogy lássam. Hát amikor Zsolti mondta, hogy már itt lefordultak, akkor lestem. Papa megnézte, hogy mit csinálsz? Na, semmit sem. Fájó szívvel ugyan, de Zsuzsa néni inkább megvált a Mercedes-től, még mielőtt túl késő lett volna. Jó döntés volt, mert most visszakapta eredeti állapotát. Ráadásul még el sem kell köszönnie tőle teljesen, az új vevő ugyanis már jelentkezett a Mercedesért, aki Zsuzsa néni nagyon jól ismer. Gábor családi barát, ráadásul Zsuzsa néni tanítványa is volt, ő pedig velünk együtt nézte végig a nagy találkozást, aminek a végén át is vette a Mercedes-t, amit gyerekkora óta ismert. Ez a gyönyörű 190-es most hazatért, de nem ez lesz a végleges helye, ugyanis itt áll mellettünk már az új tulajdonos Gábor. Zsolt, kérlek, meséld el, hogy mi itt a kötődés, és mi a történet? Na hát a lényeg az, hogy én ezt az autót, amikor megvettem a Zsuzsa néniéktől, akkor megígértem nekik, hogy vissza fogom hozni, hogy elkészül az autó, és az ígéretet ezt meg is tartottam ezzel az autó. Ugyanitt ezen a helyen, ahol én is megláttam, meg ahogy Zsuzsa nénék is a fotókat készítették 34 évvel ezelőtt, és miközben még az autó készült, mindig csináltam képeket, és küldtem Zsuzsa néniék, és mit tettem fel a weboldalunkra, és hát rám jött egy fiatal ember, hogy ő ezt az autót nagyon szeretné, mert gyerekkora óta ismeri. És hát kiderült, hogy Gábor, aki Zsuzsa néninek a tanítványa, illetve hát az édesanyja, Zsuzsa néninek a kolléganője volt, ő eldöntött, hogy ezt az autót szeretné akkor megvásárolni. Annyi volt a kérése, hogy teljesen kulcsra készen, OT-rendszámmal és OT-vizsgával ellátva szeretné úgy átvenni, hogy egy költségmentesen. Úgyhogy én ezzel az áramondat akkor én átadnám a Gábornak a múzeális minősítésének a részplakettjét, illetve hát akkor a lehetőséget, hogy akkor ezt az autót innentől kezdve ő vigyázza, és nagyon gratulálok hozzá, és hiszem, hogy egy értékelő befektetést fogsz a garázsodban tudni. Köszönöm szépen. Most pedig téged kérdezlek, hogy hogy tetszik az autó így, hogy most látod először lényegében? Zseniális, tehát fenomenális, olyan, mint egy új autó gyakorlatilag, szóval öröm lesz, azt gondolom. Nyilván néha meg kell majd mozgatni is, ezért nem az állás se tesz neki, úgyhogy öröm lesz minden méter vele, úgy gondolom. Egyébként pedig azt gondolom, hogy amennyire lehet, vigyázni fogok rá. Én is gratulálok hozzá. Köszönöm és szépen. Irigykedem is egyben egy kicsikét. Egy picit én is megkönnyeztem ezt a történetet, nem csak Zsuzsa néni. Az autót most pedig Zsolt átadja Gábornak, és Gábor majd szépen hazaviszi, és mostantól ő vigyázza ezt a gyönyörű 190-est. Ez megint egy nagyon szép történet volt, én úgy érzem. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Nézzétek legközelebb is a Vezes YouTube csatornáját, és gyertek hozzánk Instagramra, Facebookra, és olvassatok nagyon sok Vezest. Sziasztok!